2014 nyarán igazolta az amerikai egyetemi ligában az NCAA-ben szereplő 11-szeres bajnok UCLA Bruins csapatához a körmendi nevelésű Golomán György, aki utolsó idényét tölti ott, amelyben eddig 25 meccsen 185 pontnál jár, a válogatott keretében is megfordult kosárlabdázót kapcsoljuk. Most szia Gyuri, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Gyuri, tanulmányoztam az egyetemi csapatod honlapját, és úgy látom, hogy nőttél. Most 6 láb 11 incs, azaz 211 centi a magasságot, két éve még csak 6 láb 10 incs, 208 centi voltál. Na most az a kérdés, hogy valóban magasabb lettél, vagy ez az Amerikában bevett pszichológiai hadviselés része, szóval nem csak erősítenek, hanem nyújtanak is? Hát szerintem ez is. Lehet, hogy egy kicsit magasabb is lettem, mióta kijöttem, ugye most 22 éves vagyok, 21. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit nőttem, de szerintem ugyanakkora vagyok. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy erősítenek és nyújtanak, mi az, amiben a UCLA és a körmend, ahol nevelkedtél, más igazából a felkészülést, az edzést és a mentális felkészítést nézve? Szerintem mindenképpen egy nagy különbség az, ahány ember foglalkozik velünk, tehát itt a UCLA-n van három ember, aki csak azzal foglalkozik, hogy erősebbek legyünk, gyorsabbak legyünk, és akkor még van ennek hozzá az edzőt, abból is van egy 4-5. Úgyhogy ez mindenképpen szerintem egy nagy különbség, valamint a hozzáállás az egész munkához és a táplálkozáshoz. Ezért is nagy különbség van. Ez a szezon úgy tűnik, hogy úgy alakul, ahogy szeretnéd. Végzősként gyakran kezdő vagy a csapatban, 22 perc feletti a játék átlagot, közelítesz a 10 pontos átlaghoz. Hogyan értékeled az eddigi teljesítményedet? Hát igen, jobb ez a szezon, mint az eddigiek, és mindenképpen abban az irányba tartok, ahol szeretnék lenni. Természetesen nem vagyok teljesen elégedett, mert lehetne jobb is a teljesítményem. De ugye a szezonnak nincs is vége, úgyhogy még van pár meccsünk, amit mindenképpen meg kell nyerni, van még pár lehetőségem, ahol el kell állnom. De szerintem ez a szezon ez mindenképpen sokat dobja a karrieremen és a pályafutásomon. Amikor kikerültél, akkor igazi újoncnak számítottál, magyarán minden pályán töltött perc fontos volt és ajándéknak számíthatott. Utólag visszanézve, a UCLA Bruinsban megfelelő csapatot választottál magadnak? Szerintem minden tekintetben mindenképpen. Nem bántam meg azt, hogy idejöttem, mivel ugye UCLA szerintem a világ minden szempontot természetesen szempontba véve a világ egyik legjobb egyeteme, hogy itt van Los Angeles szívében, itt van az ott jó az idő, mindig itt van az óceán, tanulmányok is nagyon erős egyetem, valamint ahogy mondtam, 11 bajnok nyertek már, úgyhogy kosárlabda szempontjából is az egyik legnagyobb történelemben rendelkező egyetem. Úgyhogy szerintem ez emiatt az egyik legjobb egyetem volt nekem, azért semmiképpen nem bánom meg, hogy jöttem. Nézzük a fejlődést. Mi az, amiben jó vagy, mint mondjuk tavaly, vagy tavaly előtt, hogyha egyénileg a te játékodat nézzük? Szerintem a legnagyobb dolog az önbizalom, tehát az, hogy kezdő lettem idén is több lehetőséget kapok, ez az önbizalmam is nőtt, és ezért jobban érzem magam a pályán, ugye kényelmesebben tudok mozogni, bátrabban tudok rádobni, és ez szerintem csak segített a játékomban. 200 jó néhány centisen, talán nem vagy klasszikus center, Amerikában is csatárnak számítanak, de ilyen magassággal miért nem nevezhetünk klasszikus centernek? Lehet, hogy a mozgékonyság miatt, szóval, vagy összemosódnának a posztok? Mi a helyzet ezzel? Mozgékonyság mindenképpen, de szerintem összességében a kosárlabda ebből az irányba tart, tehát az a klasszikus center az egyre jobban eltűnni. Látszik, szerintem legalábbis, már az NBA-ben is inkább csak arra figyelnek, hogy gyorsak legyenek a játékosok, és tudjanak kintről dobni, valamint, hogyha tempelő van szó, akkor pedig nagyon atletikusnak kell lenni, és ugye én inkább a gyors és dobó kategóriába számítok, úgyhogy emiatt nem igen centerként tekintenek szám, amivel nekem is természetesen semmi probléma, amint jobban szertelezt így is, úgyis. Mit várnak el idén tőled a csapatnál? Lepattanó pont a védekezésben, a légtér uralása, vagy mind a három? Mi a feladatod elsősorban?
Hát elsősorban ugye egy erőcsatának, ami vagyok, az a feladata, hogy ahogy mondta, lepattanózás, vérekezés, ugye belomni hármasokat, pozíciókba mozgások. Ez mind a feladatom, de szerintem amit a legjobban csinálok, és amiben a legjobban számítok rá, az a védekezés idén. Valamint az eszemény hazám az egyik legjobb a csapatban, és emiatt. Ugye az azért is van, mert ez már negyedik évem, és sokkal a kosárlabdáról és a rendszerről, ami itt van, és emiatt a fiatal játékosokat tudom segíteni, és emiatt is nagyban számítok rám az edzők. Nyáron tagja voltál a magyar válogatott keretnek, de aztán nem mentél az Európa-bajnokságra. Ez csalódás volt-e számodra, vagy nevezzük inkább realitásnak, hiszen az egyetemi klubok amúgy nem lelkesednek azért, hogy játékosaik távol legyenek a felkészüléskor? Mindenképpen szerettem volna részt venni egy Európa-bajnokságon a magyar válogatott színében. Szerintem ez neki, aki Magyarországon kosárlabda, azok ezzel mindenki híván, és ez egy óriási megtiszteltetés lett. Volna. Abban nem biztos, hogy az életemben egy problémát volna, ők elengedtek, ugye ott voltam egész nyáron, és hogyha most elmentem volna az EB-re, szerintem annak még csak jobban ők, mondanám, hogy itt ezen problémáztak, viszont mindenképpen szeretném volna menni, igen, az EB-re, ez egy olyan is élmény és lehetőség lett volna a számomra. Tavaly májusban azt mondtad, hogy szeretnél eljutni egy NBA-s csapathoz. Ilyenkor februárban már azért lehet érzékelni, hogy erre mekkora az esély. Akár a D-League-ben is szerepelnél az NBA-s csapatok tartalékbajnokságában is? A G-League-ben. Ide jött az átnevezve G-League-re, a D-League-re. De igazából ezek a scoutok az NBA csapatokból, amit ők, nem igen. Írhatnak nekünk, hogy vertik fel velünk a kapcsolatot, addig, ameddig a szezon van, ameddig itt az NCAA-hez tartozunk, úgyhogy egyelőre még ezen nem igen gondolkodtam. Ez majd olyan március végé, április elejé körül fog elkezdődni, hogy mikor, merre, meddig. De mindenképpen hallottam már érdeklődéseket innen, onnan, de meglátjuk. De azon is volt, hogy a csapatom hogyan szerepel. Ugye minél jobban szeretnénk, az nekem is az értékemet húzza fel, valamint természetesen az, hogy én most teljesítek a következő meccseken továbbra is. Ha nem jön az egyetem után össze az NBA, akkor hogyan látod a jövődet? Magyarország, vagy inkább egy európai, mondjuk spanyol ércsapat? Hogyha nem jön össze az NBA, akkor valószínűleg én inkább visszamennék Európában. Egyelőre még nem Magyarországra szerintem, de mindenképpen egy olyan csapatban, ahol tudok fejlődni elsősorban, valamint normális jelentők lenni és jó körülmények között. Végül azt mondnak, hogy ha vége az egyetemnek, onnantól egyértelműen célod lesz a stabil magyar válogatottság? Természetesen ez mindenképpen célom volt, mindig is az volt, gyerekkori vágyam volt, hogy majd válogatott legyek. És ahogy mondtam, ez megtiszteltetés lenne, ahányszor lehetőségem van rá, hogy majd válogatott legyek, úgyhogy mindenképpen, igen. Ugye érdekes, mert azon a poszton, amin mondhatjuk, hogy talán te játszol, ott van Allen Roscoe, aki szintén amerikai nevelés. Együtt lehettek majd talán a magyar válogatott ikertornyai? Hát még ez is lehet, így van, ugye rosszul Stanfordra járt, hogy még játszottunk is egymás ellen, még amikor itt volt kint, és azóta is jó kapcsolatban vagyunk, jobban tartott vagyunk. Úgyhogy igen, ez mindenképpen benne van a pakliban, szerintem, hogyha lesz rá szerencsénk. Hát így legyen, további jó munkát neked akkor még az utolsó szezonban. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia, Gyuri! Köszönöm szépen, sziasztok!